Hát, szép napot nektek, jó délelőttöt. Muszáj mennem a mezekért, tehát egy mezér, meg egy felső nyaksálérvel elfelejtettem. Ugye kicsit kitérőm van, igyekszem gyorsan letudni a kettőt. Rejtelfelejtsem, megyek. Ezt láthatjátok, ez lesz a mai vlog alapvető ténye, vagy lényeg. Nem tudom, hogy beszéljek ilyenkor. Régen csináltam vlogot. A banda volt. Úgyhogy sziasztok, üdvözlök nálam. Elég nagy szél van. 12-3 fok. És elég nagy szél. Hello, 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 megállsz, ugye? Ez ott a háromszöged. Na, felhívom a kontaktot. 575 kiadó helyére jöttünk. Jelenleg itt van a ruhák átvétele. Nem egy kapkodó idegbeteg lámpa. Szervusz! Dimény Zsolt az 575 képviseletében. Tőle vannak a ruhák, meg most egy sál. Meg a póló. Ja, igen. Ja, meg hoztam, igen, meg a póló, meg hoztam sajnos egy javítandót, hogyha meg tudjátok csinálni. Jó. Ugyanis a cipzár elhalt. Össze van csomagolva, nézzük meg, mit találunk benne. Mondjuk ki! Legyen kusztustalanul kibontva. Mert szépen nem szabad kibontani semmit! Ez nyílik, egyszer csak ki fog nyílni. Gyönyörű csomagolást tönkrevágom. Ott a póló, a szokásos zöld, hát mi más. És egy számla, és természetesen a sál. Na, ez az, ami érdekes. Megfogod egy picit, kérdez? A pólót azt megy utána. Előbb a sál. Mert azt tudnotok kell, hogy ez az első ilyen sál. Igen. És aki jó a Monty Bondához is hozzám, az vehet majd ilyet. Így van. Közös együttműködésben az 575-tel. Bizonyám. Mi csináljuk, és őt fogják kiküldeni. Ez a zöld szín. Igen. És valószínűleg csak is zöld szín kaphatom majd belőle. Hogy tetszik? Okay. Szóltok, srácok! Az egyik ügykelem pont ilyet akar, hogy minél fluósabb legyen. Ilyet nem kap. Ez az enyém csak is kizárólag. Semmi hasonló, mint a le van védve. Banda névre. Ott van. Ez csak is a miénk. Nézzük a pólót, ha már itt vagyunk. Eddig ezt ide teszem. Köszönöm. Ez pedig egy... Milyen póló? Nem is emlékszem. A Perforo. Ja, hogy ez nem sima, igen, sima kerékpáros. Sima póló, amit beszéltünk, hogyha valakinek csak sima. Igen, igen, ez egy sima natúr póló, nem igen. Tapadós. Ó, királyság. Óriási. XL-es kértem? Ez ilyen nagy. Nem számítottam rá, hogy a póló az valóban póló lesz, tudod. XL-es. Aha, óriási. Jó van akkor.
Valakinek mondtad, hogy direkt ekkora. Igen, 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 csak hogy úgy emlékeztem, hogy kisebb az XL aránya, de ezek szerint ja, csak a meznél más az arány. Hát igen. Nem baj. Ez a jó van egy asztal terítő. Azonosítjátok, igen, igen. Jó, itt a szépség. Szóval úgy emlékszem, hogy rég beszéltünk erről, hogy azoknak, akik nem akarnak fogmaszt tenni. Igen, igen, igen. Ez igen, meg ugye az, mert ez egy nagyobb testű arányban, tehát ez nem az én méretem, hiába XL. Tehát egy, látszik, hogy ez, ebben a méretben tehát teljesen más eltérő, mint a mez. Ezt mondjuk jó tudni. Ez majdnem jó a Viktorra. De csak majdnem. Jó, ezzel majd jókat állunk. Hát. Igen, majd küldjük mérettáblázatot, ha úgy van, vagy méretsor. Jó van. Mert ennek van méretsora is. Mit S-től két XL-ig. Mit üzensz a nézőknek? Mit üzenek? Hogy hajrá 5-7-5. Igen, igen, rendeljenek. Hozzanak egyedi mintát, legyenek, amit csak lehet. Akkor igen, mert olcsóbb. Akkor igen. Mert akkor nem kell kifizetni a grafikai díjat. Ja, igaz. Ez igaz, igaz, igaz. Ha valaki hoz tervet, akkor szerkesztési díjban, és akkor nem kell 20-30 ezereket fizetni grafikára, vagy még többet. Így van. És van olyan ügyfelem, amelyik, képzeld el, 15 órája megy a tervezés. Már fizetett egy tervezési díjat, és már ez az extra lesz a következő. De a profi munkatársakkal dolgoztok? Hát persze, persze. De ez a lényege a grafikai egyedi dolognak. Mert bemészben megveszed ott, vagy ha nem csináltatsz egyedit, de akkor, ha ez egyedit a akarsz, igen. Igen, azt meg az kell olyan, fizetni. Másnak. Például ebből csak te tudsz rendelni, ebből nem jöhet bárki, hogy azt mondja, hogy én ilyen zöldet akarok, vagy ilyen mintát, ami a tiétek. Csak is kizárólagos. Ez a lényege. Ez a fontos. Ez a fontos. Tehát rendeljetek tőlem Monty Vanda pólót és sálat. Hát, szervusz, köszönöm jó szépen. Utat. Szintén. Nem tudom, munkát? Igen, megyek a Budafokra. Jó. Na hát, ez volt a nagy póló, mez és sál átvétel. Hát nem számítottam ekkora méretre, ez az én hibám. Viszont ez nem baj, nem jelent rosszat. Ellenben el kell indulnom most már ténylegesen dolgozni, úgyhogy hosszú utam lesz. Be akartam ugrani a napfényesbe, de elfelejtettem, hogy 11.30-kor nyitsak, és még csak 11 óra 8 van. Ájjáj. Na srácok, ennyi volt, vége a napnak, nem mutattam nektek bentről semmit. Egyrészt mert töltött a kamera, másrészt meg nem volt erre idő. Most végeztem, 4 óra. Holnap korábban jövök, és ennyi. Pár, köszönjük, hogy velem voltatok, még nézhettek egy hazafelé menni is. Viszont kesztyűt váltottam, a hidegebb a levegő, plusz kimászik a derek, aminek még jobban ülök. Sámli. Meg kell csinálni a telekat.
nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Legyetek jók! És szóljátok utas társaitoknak, iratkozzanak fel! Köszi!